25 város és csak nem száz fellépő csatlakozott az Zenélő Magyarország programsorozathoz. A Magyar Rádió művészeti együtteseinek komoly zenei karaványa ismét házhoz viszi a legszebb klasszikus dallamokat. Az ingyenes szabadtéri kamarakoncerteket országszerte élvezhetik az érdeklődők június utolsó hétvégén. Kata folytatja vendégével. Köszönöm szépen, Szintjáva, pont azt beszélgettük, hogy nagyon vártuk már ezt a témát, hogy egy kicsit részletesen ki tudjuk bontani. Devic jó reggelt, kívánok. jó reggelt kívánok, szervusz! No hát akkor kezdjük is rögtön az elejéről, ez egy jó hír, ez egy jó kezdeményezés, bár hogyha jól tudom, akkor nyilván a pandémiás időszak hozta elő ezt a kezdeményezést, de hát jó az, amikor valami ennyire jól sikerül, és aztán visszatapsolja a közönség. Így van, így van, hát három évet kezdtük, tehát ez a harmadik alkalom, és akkor ugye a pandémia miatt gondoltuk azt, hogy nagyon jó lesz kicsit kiszabadulni és elvinni a zenét az emberekhez, akkor éppen már szabad volt ö, ö, muzsikálni. De hát azt tapasztaltuk, hogy ezt, ezt nagyon szeretik az emberek, tehát borzasztó nagy élmény volt ott a helyi közösségeknek az, hogy a városokba tényleg odajöttek az emberek, sokszor ezt úgy kell képzelni, hogy ott van egy fúvós csapat mondjuk, és akkor előttük egy hüves terület, és akkor ott gyerekek szaladkálnak össze-vissza, meg le vannak nyűgözve a, a harsonától, meg a tubától. Nagyon jó hangulatú hangversenyeink voltak, és akkor úgy döntöttük, hogy ezt folytatjuk minden nyáron, és ez a harmadik nyár. Van egy ilyen nem titkolt cél, hogy megszólítani azokat, akik, akik, egy kicsit más képet alkotnak, és szándékosan nem azt mondom, hogy komoly zene, hanem a klasszikus zene iránt, mert hogy talán egy ilyen közegben, ami mondjuk nem egy koncertterem, nem egy hangversenyterem, talán Könnyebb megfogni azokat, akik, akik még fognak. Így, így van, teljesen igaz, amit mondasz, és nyilván ez is egy cél, és ott picit be is mutatjuk azért magunkat, viszünk programjainkról, információkat, de alapvetően mégis az, hogy egy örömzene legyen, és azért fantasztikus ez, a, ez az együttes, a, a zenekar és az énekar is, hiszen alig fejeztük be a MIPA-ban a budapesti Wagner napokat, ami egy erő feletti fantasztikus teljesítmény volt, egy óriási produkció, Standing Ovation-nál a, a végén, és ünnepelt minket a, a, a mipa közönsége. Máris buszra szállnak a muzsikusok, az énekar, és tényleg, egész országba szétszórjuk a a a gyönyörű muzsikát. Na akkor nézzük meg egy kicsit tüzetesebben ezeket a koncerteket. Gondolom, hogy, hogy nem véletlenül azok a helyszínek, amik, de mi alapján kerülnek kiválasztásra az adott helyszínek. Nagy, van, amik visszatérő helyszínek, van, amik újak, ezeket az MTV-vel közösen válogatjuk ki, mert nagyon fontos azért, hogy konkrétan milyen az a helyszín, van-e árnyékos rész, ahol tudunk fellépni, hogyan tudnak az emberek találkozni velünk, tehát inkább ilyen központi helyszíneket keresünk, és hát tényleg Zalakarostól, nem tudom én, Tiszafüredig, Hollókőtől, Poroszlóig, és persze a Balaton körül, Tihanyban, Fonyódon, Balaton akaratján, tehát hogy most nem sorolom föl mind a 25 település, de, de, tényleg a, a teljes országban jelen vagyunk, és úgy szoktuk ezt csinálni, hogy ötféle formációnk van, plusz az énekkar, tehát tulajdonképpen hat féle produkciót viszünk, az énekkar van, ahol templomban lép fel, van, ahol szabadtéren, és például Kodályt, természetesen Kodályt, Mendelson, de, de spirituálékat is énekel, tehát ezt pont annak jegyében is, hogy picit népszerűbb, könnyedebb dallamokat is vigyünk. Aztán van egy barokk formációnk, Vivaldi zenével, Pachelbel zenével, Bach zenével, aztán, ami mindig óriási siker van, egy részfúvós csapat. Ők, ők is nagyon sok helyszínen jelen lesznek, és hát játszanak Handelt, játszanak Wagner-t, de játszanak John Williams zenéket is. Aztán van egy vonós formációnk, többek között Mozart muzsikával, és van egy fafúvós vonós csapat is, ők is a legkülönfélébb szerzőktől játszanak, úgyhogy Minél változatosabbra igyekeztünk ezt szervezni. Fontos az, hogy egy-egy hogy ilyen helyszínen, mint ahogy említettük John Williams-t, hogy, hogy legyen, legyen benne egy kis filmzene, legyen benne egy kis könnyedség, hogy, hogy, a, hogy a daraboknak a kiválasztása az, az a helyszínekhez igazodik, a szabadtérhez igazodik? Igen, szabadtérhez, térhez, illetve hát a nyárhoz. Tehát az a cél, hogy tényleg most könnyedebb, jobban befogadható műveket játszunk, tényleg olyanokat, amik jönnek az emberek, és megállnak, és élvezik. Az a cél, hogy mindenki élvezze, jól érezze magát, a zenészeink is, meg az énekeseink is jól érezzék magukat. Egyébként általában ez úgy szokott lenni, hogy persze ez egy nagyon fárasztó program, hiszen busz hangverseny, busz hangverseny, késő este haza, de ennek ellenére az a visszajelzés, hogy tulajdonképpen maguk a művészek is nagyon élvezik ezt. Mert hiszen, hiszen látják a, a, a közönség részéről a visszajelzést, hogy ott ők is mennyire élvezik. Azt olvastam, hogy, hogy több száz fellépő csatlakozik a programokhoz, ezt hogy kell érteni, hogy egy-egy helyszínen vannak vendégművészek tulajdonképpen? Nem, De? nem ezt kizárólag mi csináljuk, uh -huh. a, több száz, a, a száz fölött azt úgy lehet érteni, hogy ugye hát a, 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 a zenekarunk, illetve az énekarunk létszáma, akik persze megoszlanak a különböző helyszínek között, és még annyit mindenképp szeretnék elmondani, ne felejtsük ki azért a fővárost, Budapestet is, hiszen öt helyszínen is jelen leszünk, már pénteken este, öt órától a Bazilikánál leszünk, aztán hat órától pedig négy helyen még, a Városligetben, az Orcikertben, a Bálnán, Bálna közelében és a Millenáris Parkban is, tehát már tulajdonképpen péntek este a főváros elkezdődik ez a nagy buli. Pihen valamikor a, a, az együttes anyár folyamán vagy mik a, a jövőbeni tervek. Igen, nagyon feszített, fantasztikus évadon vagyunk túl. Ugye említettem a Wagner napokat itt a végén, és tulajdonképpen ez az országjáró túra a zenélő Magyarország tesz most pontot az évadra, és most egy kicsit mindenkit elküldünk pihenni, mert rájuk fél az énekeseinkre is és a muzsikusainkra, és a szeres muzsikusainkra és a zenekarra is. Még a gyermekkórusunk Bank kassán vendégszerepel egy néhány koncerten, és, és most egy picit elmegyünk pihenni, most vége az évadnak, és szeptemberben, illetve már augusztus végén kezdünk egy lemezfelvétellel, amit hadd áruljak el, hogy Vásári Tamással és Farkas Gáborral készülünk egy, egy csodálatos lemez, Chopin lemezfelvételre. Remélem, hogy majd ennek kapcsán is tudunk beszélgetni. Zenélő Magyarország, érdemes tehát utána nézni a helyszíneknek, hogy hol és mikor csendülnek majd fel a kellemes dallamok. Devics Márton, köszönöm szépen. Én köszönöm.